Sziasztok, ez a Téka, az Apostol TV ifjúsági műsora. Ma a katolikus társadalmi napokra látogatunk el, ami 2019-ben Pécsett kerül megrendezésre. A kattárs a katolikus egyház egyik legnagyobb éves kulturális rendezvénye. Minden második évben Budapesten rendezik meg, közte meg valamelyik vidéki nagyvárosban. A napot a Magtár Püspöki Látogató Központban kezdjük, ahol egy tudományos konferencián veszünk részt. A témák között szerepel többek között a klímaváltozás, az egyház és állam kapcsolata, meg az oktatás-nevelés is. A Széchenyi téren egésznapos kulturális és zenei programok vannak. Többek között Csókai András professzor fog beszélni az misszióiról, és divat bemutató is várja az érdeklődőket. A főtéren és a belváros több pontján sátrak vannak felállítva, ahol különböző egyházmegyei és országos szervezetek képviseltetik magukat. Fontos azt megtartani, hogy a egyház és az állam tiszteletben tartva egymás feladatait, egymás hivatását, a társadalomban betöltött szerepét, mégiscsak együtt gondolkozom a legalapvetőbb kérdésekről, hiszen közösen tudjuk egyházakkal azt a társadalmat megtartani, megerősíteni, amiben benne élünk. Nyilván itt most a magyar nemzetről beszélek, és persze hozzáteszem, hogy azt a keresztény kultúrát is, amely magába foglalja a hitet is, de magába foglalja azt a sok-sok értéket, ami akár a tudományban, akár máson keresztül a mi közösségünket, európai közösségünket jellemzi. Hogyha ezért tudunk közösen dolgozni, akkor nem az a kérdés, hogy most ketté választották-e az egyházat az államtól, van-e ennek intézményes együttműködése vagy sem, hanem az a kérdés, hogy jót tettünk-e a társadalommal, és hiszem azt, hogy az egyház tanítása, itt a keresztény egyházak tanítása, az igenis lefordítható társadalmi kérdésekre, és ezeket a társadalmi kérdéseket meg tudja valósítani adott esetben egy-egy kormány. Mi ezen próbálunk dolgozni, akár családpolitika, akár egyházpolitika, de sok-sok más területen is. Készülünk az eukarisztikus kongresszusra, az állam készül valamivel? Teljesen természetes az, hogy maga a szervezés, maga a lebonyolítás, annak tartalom, a lélekkel való megtöltése, ez az egyház feladat, és hát nem is kérdés, ebben nem lehet beleszólni. Az egy más feladat, hogy és lehetőség, hogy a kormány részéről, a hatóságok részéről minden olyan segítséget megadunk a szervezés lebonyolításához, amihez szükséges, és minden olyan segítséget már a múltban is néhány év óta megadunk, amelyek eredményeképpen templomaink tucatjai Budapesten megújulnak, közösségi tereink megújulnak, olyan lehetőségekhez jutott a katolikus egyház, a keresztény közösség Budapesten, amely szolgálja az eukarisztikus kongresszusnak a lebonyolítását, méltó bemutatását a magyarországi kereszténységnek, de egyben pedig szolgálja az itt élő magyar embereknek is a jó értelemben vett érdekeit, hiszen azok a megújult egyházi intézmények, épületek, amelyek Budapestet erősítik, jellemzik, az mindenkinek jó és fontos. Az éghajlatváltozás napjaink egyik legsúlyosabb problémája a rettentően égető helyzet. Ha nem kezdünk ezzel most azonnal valamit, akár nagyon súlyos kimenetele is lehet az egésznek. A Fridays for Future rendezvénysorozatról tudnál mesélni egy kicsit? Ez egy Greta Thunberg által indított mozgalom. Arról szól, hogy a fiatalok, akik még nem is választópolgárok, nekik van ebben a legkevesebb beleszólásuk, és arra kérik a vezető embereit a világnak, demonstrációkkal és különböző programokkal, hogy vegyék most már figyelembe a mi fiatalok érdekeinket is, akik még nem tudunk megnyilvánulni csak ilyen módon. Magyarországon ez a kezdeményezés, ez a programsorozat miként van jelen, mennyiben növekszik a résztvevőszám? Növekszik, minden, eddig most már a harmadik ilyen nagy globális tüntetésünk volt, és az előzőn volt a 2000, ezen most már jó becslések szerint 10,000, tehát egyértelműen növekszik azoknak a száma, akikhez eljut a hír, hogy cselekedni kell, és eljut a hír, hogy ők is szeretnének most már változást a világban.
Az olasz oktatási miniszter arra bíztatta a fiatalokat, hogy menjenek el ezekre a klímatüntetésekre és az osztályfőnököket, meg arra, hogy igazolják le a hiányzást. Magyarországon milyen visszhangja van, főleg felsőbb körökben ennek? Hát változó, van negatív és pozitív visszhangja is. Vannak, akik megértik a problémát, és valóban látják, hogy itt nem arról van szó, hogy a fiatalok lógnak az iskolában, hanem valóban egy égető problémát szeretnének megoldani, és nem találnak kétségbeesésükben más módot erre. Vannak, akik sajnos még ezt nem látják be, és sajnos még ezt egy... úgy látják, mintha a fiatalok lógni szeretnének az iskolában. Nem tagadom, hogy egy-két ilyen résztvevő is van, de ez nem a tömeg, és nem ez a mozgalomnak a célja. Milyen megoldások lehetnek a globális felmelegedésre? Mit tehetünk ellene? Hát szerintem most már a csapból is ez folyik, hogy mit lehet tenni. Fontos, hogy az egész gondolkodásmódunkat kell megváltoztatni. Alapvetően a krisztusi tanításokat szerintem, ha jobban figyelembe vesszük, hogy nem az anyagi javakat gyűjtjük, nem a földi dologi dolgokra koncentrálunk, hanem sokkal inkább a pénzben nem kifejezhető értékekre, azok a megoldás felé vezetnek minket. Mivel foglalkoznak a cserkészek? Kik a cserkészek? Mit csinálnak a cserkészek? Hogy lehet valakiből cserkész? A cserkészet igazából egy ilyen önkéntes, jellegű, ifjúságnevelő, vallási, pártpolitikamentes mozgalom, és igazából a fiatalokat olyan dolgokra neveljük, olyan értékekre, amik manapság talán kevésbé számítanak, ilyen testi dolgokra neveljük, tehát van azért ilyen túrázások, ilyenek, van lelki oldala az egésznek, ugye ez a vallási része is, járunk misére, vannak imádkozások, mint a cserkészek elmegyünk táborozni az erdőbe, akkor ott tanítjuk őket csomózásra, hogyan tudjuk a vadonban túlélni, tűzrakásra, tanítunk dolgokat, cserkészindulók. Hányféle csomót tudsz te kötni? Én szerintem egy olyan talán 4-5 félét. Én nem vagyok annyira csomózós kolléga, szinte az összeset ismeri. Ezek a táborok hogy szoktak nálatok kinézni? 1-2-3 nap, 2 hét, 2 hónap? Az évnek melyik részében ki tartja ezt, és általában hol? Az, hogy hol, az mindig változó. Hát igazából úgy vannak ezek, hogy vannak a portyák, amik ilyen egy hét végig mindig, és az van egyszer ősszel, egyszer tavasszal, más csapatokban van télen is. Hát nálunk télen csak fiú portja van, ahol csak fiúk mennek el, és az általában keményebb. És egy nyaranta szokott lenni egy nagy tábor, ami ilyen csapatszintű, az általában 10 napos. Viszont van ott is előtábor, amikor így kimegyünk össze, hát így kipakolni, meg van néha utótábor elpakolni, akkor így elhúzódik 2 hétre is azoknak az embereknek, akik ott maradnak. És így igazából ilyen erdőbe megyünk mindig, és hát mi általában erdőbe, de vannak, akik ilyen rétre, és mindig meg kell beszélni erdészettel, hogy melyikek azok a területek, ahol mehetünk, és mit használtunk ott föl. Miért legyen valaki cserkész? Miért jó cserkésznek lenni? Miért nem jó cserkésznek lenni? Tényleg nagyon jó közösség, befogadnak bárkit, tényleg, és hogyha van valakinek valami hiányosság, akkor amiatt nem lenézik, hanem segítenek rajta, tényleg rengeteg mindenre nevel, emberebb embert nevel az belőlünk. Mióta vagy cserkész? Hogy lettél cserkész? Én 3 éve vagyok cserkész, és úgy lettem cserkész, hogy az unokaöcsém mondta, hogy nézzem meg, hogy milyen, és így megismerkedtem a csapatparancsnokkal, meg pár vezetővel, utána elmentem egy portjára, ott megtetszett, és maradtam. A cserkészetnek egy fontos része a hit. Sok helyen kapcsolódik plébániához. A ti csapatotok kapcsolódik egyházközösséghez? Igen. A mi csapatunk
Pius cserkész csapat, és így igazából egy ilyen nagyon közeli kapcsolatunk van a Pius, vagy más olyan Jézus szíve templommal itt Pécsen. A 2019-es katolikus társadalmi napok Pécset kerül megrendezésre. Hogy jött elő Pécs, mint helyszín? A püspöki konferenciának a döntése ez. A döntésnek az alapja pedig az, hogy szándékunkban áll az egyház társadalmi tanítását minél közelebb vinni, népszerűsíteni a hívekhez, hívők körében. És az elgondolás úgy vezetett bennünket, hogy lehetőség szerint egyik esztendőben Budapesten, másik esztendőben valamelyik egyházmegyei központban legyen, attól függően, hogy hol milyen aktualitása van egy-egy találkozásnak. Így került sor már Budapesten kívül megrendezésre Miskolcon, Győrben, Székesfehérvárot, és most Pécset vagyunk. Milyen programokkal találkozhattak itt a résztvevők? Több elemre bontottuk a találkozást. Vannak központi rendezvények, vannak sátrak, vannak olyan helyszínek, ahol az egyházmegyei közösségek mutatkoznak be az országos közösségeken kívül, és vannak a liturgikus alkalmak, de különböző helyszínekre tudunk betérni, akár a Nagy Lajos gimnáziumba, Cisztereknek a gimnáziumába, Megyeházára, tehát különböző programok vannak, vagy éppen, ahogyan most is a főtéren, most egy zongora hangverseny kellős közepén vagyunk. Érsek úr azt mondta, hogy minden második éve Budapesten, közte meg egy vidéki városban van. Jövőre ez azt jelenti, hogy Budapesten kerül megrendezésre? A püspöki kar döntése értelmében jövőre, mivel pontosan ebben az időszakban lesz a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, nem kerül megrendezésre, de 2021-ben Budapesten lesz a következő rendezvény. Itt vagyunk egy sátor előtt, amire egy igen hosszú non-profit KFT-nek a neve van írva. Mi ez a szervezet és mivel foglalkozik? A fogyatékos személyek esélygyelőségért közhasznú non-profit KFT az az EMI-nek egy háttérintézménye, és feladata a fogyatékossággal élő szakmai tevékenységek koordinálása, áttekintése. Ezen belül mi a Montás projektet képviseljük, amelynek a célja a fogyatékossággal élők számára az közszolgáltatásokhoz és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése. Ez a gyakorlatban egészen pontosan mit jelent? Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a fogyatékossággal élők és a velük foglalkozó szakemberek minél nagyobb szakmai segítségnyújtást kapjanak mindennapi életükben. Egészen olyan témákban, hogy ellátásoknak az igénylése, különböző szakértői vélemények megszerzése, intézménykeresés, az élet legkülönbözőbb pontjain nyílik lehetőség arra, hogy segítséget adjunk számukra. Arra utalhat a mondás, hogy sok-sok darabból áll össze a fogyatékos társadalom, hiszen a fogyatékossággal élő emberek közül mindenki más, és ebből egy ilyen mondásként lehet gondolni rájuk, hogy mindenki más, mindenki egyedi, és mindenkinek saját megsegítésre van szüksége. A fogyatékkal élő személyek milyen nehézségekkel szoktak találkozni a mindennapokban, amihez a ti segítségeteket kérik? Pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos információk hiánya, az akadálymentesítéssel kapcsolatos információk hiánya, intézményi elhelyezés, szakértővélemények beszerzése, nagyjából ez az a kör, ami leginkább érinti őket jelen pillanatban. Hogy tudnak titeket megtalálni, akiknek szükségük van a segítségetekre? Ez a hálózat az ország minden megyében megtalálható, és a www.fsk.hu honlapon a Montás projekt alatt mindenkinek az elérhetősége fent van, személyesen, telefonon és e-mailben is megkereshetnek bennünket. Az értelemnek a hite.
ugye a férfiak dolgoznak ebben nagyon, de bizonyos szempontból behatárolja a lehetőségeidet. A cél az, hogy valahogy megszerezzük, visszanyerjük a gyermekkornak az elveszett hitét, ami egy tiszta szívhit. Az a jó, hogyha te felnőttként valóban úgy tudsz hinni, ahogy egy gyermek hisz, egy teljes ráhagyatkozással. És akkor ne csodálkozz, ha megjönnek a misszióban azok a misztikus tapasztalatok, amik előre visznek. Például legutoljára, amikor voltam ott Nonicsába, Nigériába, nagyon ki voltam merülve, nagyon fáradt voltam, kiüresedett voltam. Katolikus kórház minden reggel 6 órakor misével kezd az egész csapat. A kórházi dolgozóknak 70%-a bent lakik a kórházban. Tehát a betegek is, akik tudnak, de hát azok nem tudnak, de az egész kórház személyzetének dugig van a kórház temploma reggel 6-kor. Gondoljátok el, így kezdeni egy egészségügyi munkát nap, mint nap. Hát ennél csodálatosabb dolog nincsen. De ennek ellenére nagyon ki voltam üresedve, 8 operált beteg volt, 2 gyerek, nagyon súlyos agydaganattal operáltuk. Hát, hogy mondjam, nem volt jó az állapotuk, ugye szegényesek az intenzív körülmények. A váltásom nem akart megérkezni igazából Budapestről. Reggel ott ültem 6-kor egy Krisztus szobor előtt a templomban, az alapkai Szent Margitnak a Krisztus szobra, és úgy ki voltam üresedve, úgy eszembe jutott, hogy András, van értelme ennek az egésznek? Professzor úr nagyon sok mindenről beszélt az imént az előadásában. Legtöbben talán a bangladesi Sziámi misszió után ismerhetik ön, de az egyház egészségügyi missziója ennél sokkal kiterjedtebb. Miről érdemes beszélni a tekintetben? Hát amit itt is elmondtam, hogy a misszió az egy hívásra jön. És ez a hívás meg Krisztustól jön. És fel kell ismerni, hogy ez valóban Krisztustól jött, vagy pedig valami rendezetlen vágyból is jöhet, romantikus vágyból. A romantikus vágy az nem biztos, hogy elég egy ilyen nehéz, egy igazán nehéz misszióra. Körültekintően meg kell szervezni, nem szabad fejest ugrani bele. A nigériai misszió, azt annyira úgy éreztem, hogy a szűzanyától, a medjugorjai szűzanyától jön, hiszen ott jött meg, hogy abba úgy beleugrottam egyfajta fejest. A bangladesi misszió az egy egész más volt, az egy tudományos misszió volt, de azt felvezette a Pataki Gergely doktor 7 égészsebészeti misszióval, és a 8. mentem én el, ugyanúgy, ahogy ő is eljött Nigériába, az én egyik missziómba, és ott találkoztunk az ikrekkel, és az egy nagyon komoly szervező munkát igényelt az ő oldaláról, mert ő neki volt bangladesi ismerete, hogy ezt megszervezze, ezt a legmagasabb tudományos szintű műtét sorozatot, amiből magát a szétválasztást, az idegsebészeti részt vezettem én, de előtte meg a gyerekek itt voltak például Magyarországon 7 hónapig, amíg a bőrtágítás volt. Tehát ez egy két különböző misszió, de mind a kettő misszió, és úgy gondolom, hogy mind a kettőben benne van a hívás. Professzor úr, mióta vesz részt missziókban? Nem olyan régen, 2016-ban indult. 2016-ban indult Nigériával. De gyerekkori vágyam volt. 2015-ben voltam Szudánban, de az nem misszió volt, az inkább egy ilyen, meghívtak orvosokat oda nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, nem is misszióra, hanem inkább ottani betegek idehozatalára Magyarországra, de ezek fizetős betegek lettek volna, tehát ez nem egy olyan, ez egy más dolog volt. Nézd, mindegy, hogy milyen korban, de ha valamikor elér egy ilyen hívás, akkor arra válaszolni kell, és kell csinálni, de én tágabb értelembe veszem a missziót, és mondjuk a misszióknak az a jellemzője, hogy az ember nem pénzért csinálja, és ez egy csodálatos dolog. De hát maga az orvosi hivatás, vagy bármilyen hivatásban meg lehet találni ugyanezt a missziós lelkületet. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat, ami egy-egy misszióban találta? Mindig szomorú pillanatok vannak, ami érzelmileg mélyen megérint. Nigériában főleg az értelmetlen gyerekhalál, későn kerülnek azok a
amúgy jóindulatú, hatalmas agydaganatok felismerésre, illetve nem tudják elhozni pénzhiány miatt. És ugyanakkor mindig a felemelő érzések, szóval azt a mély élő hitet, amit mély élő keresztény hitet, amit ott Nigériában én megtapasztalok mindig, és azzal én mindig azt tudom mondani, megköszönöm a tehát egy misén ott mondjuk 5000-en vannak. Az emberek 80%-a elmegy vasárnapi misére, abban a hatalmas nagy populációban, ahol mondjuk a déli keresztény vidékről beszélünk. De olyan élő hitet az ember Európában, de sajnos még Magyarországon sem talál, bár Magyarországonnak szerintem a hite most erősödik. Tehát a Magyarországnak a Krisztus követési vágya úgy unblock együtt erősödik, de még messze vagyunk attól az afrikai szinttől, ami jellemzi. Azok nem akarnak ide migrálni, azok ott akarnak élni boldogan, mély Krisztus hitben. In our hospital we are open every day. And we see so many people in our hospital. In a month, we admit up to 400 in one month. A mi kórházunk minden nap nyitva van. Nagyon sok embert látunk el, havonta legalább 400 beteget veszünk fel osztályra, és körülbelül 3000 páciensünk van. In a particular month. Yeah, we have a connection with different doctors, but több országból is jönnek hozzánk orvosmissziók, de a magyar csapatok létszáma a legjelentősebb. Egy olasz vagy amerikai orvosra sok magyar jut. Is very significant because their number we have so many doctors from Hungary and one from Italy and one from the US. The major tax of doctors that come for mission. For instance, from Hungary. A misszióban lévő magyar orvosok fő feladata, hogy ellássák azokat az életveszélyes állapotban lévő betegeket, akiknek amúgy nem lenne pénzük a drága kezelésekre. A betegeink nagy része nagyon szegény. Very, very expensive, and a good number of patients are very poor. There are also some patients who are very poor, but they are suffering from different illnesses. Sok betegünk van, akik szegények, de különböző betegségekben szenvednek. Maláriásak, cukorbetegek, hepatitiszesek, vérnyomás problémákkal küzdenek, akiknek a kezelését a magyar missziós orvosok szponzorálják. These patients are being sponsored by missionary doctors coming from Hungary. There are also some patients who suffer and who suffered from effects of flood disaster. Sok ember van, akik árvizek áldozatai lettek, az ő ellátásukat szintén magyar orvosok végzik jelenleg is. Coming from Hungary, especially Africa International Humanitarian Foundation. So these are major areas. There are other minor areas where they help because they are also ezek a fő területek, amiken dolgoznak, de magyarok végzik diákok oktatását is, akiknek az egészségügyi nevelésük egyébként nem lenne megoldható. Hozzá kell tennünk, hogy a 2 milliós ország 20%-ának nincs biztosítása. A country with over 200 million, about 20% of the population have access to health insurance. In the area of education. Education is not free. And some families. Az oktatás nem ingyenes, sokaknak nincs pénze a képzésekre, de nagyon lelkesen dolgoznak. Educational program in different schools. The first thing I have to say to Hungarians that I'm magyaroknak üzenem, hogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek ebben a gyönyörű országban, nem is hittem volna, hogy ennyire szép. Very beautiful country. I would like also to appreciate the generosity of Hungarian doctors that are coming to us. Hálámat fejezem ki a magyar orvosoknak és mindenkinek, aki támogatja munkánkat, eljönnek Nigériába és szaktudásukkal segítenek nekünk. Nagy munka fenntartani a 11 kórházból álló hálózatunkat, ami a püspökséghez tartozik. Köszönjük a támogatást, és bízunk benne, hogy ez az együttműködés még sokáig folytatódni fog. Specialist Hospital Onitsha and other hospitals within our network, about 11 of them, and also to assist some poor students to pay
for their school fees in our College of Nursing. Egész nap kiváló időnk volt, viszont a természet késő délutánra bebizonyította, hogy igen, ez már az ősz. Abban nem kételkedem, hogy az esti Pápai Jóci koncert teltházas lesz, de nekünk sajnos indulnunk kell haza, mert nagyon hosszú az út Budapestre. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok.